A nyíregyházi járókelőktől szerzett helyismereti tudásukat mérik össze a pár napja érkezett diákcsapatok a Mustárházban. Az Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági csereprogramok sajátossága ugyanis, hogy az ideérkezők nem hagyományos tanórai keretek között, hanem saját tapasztalataik alapján fejlesztik a tudásukat. Emellett minden csereprogram valamilyen konkrét témát dolgoz fel a diákokkal. Idén nyáron a vallások közötti párbeszéd problémája áll a középpontban, amelyre különböző nemzetiségű és vallású diákok jelentkeztek. Ebben a cserében, ami most valósul itt meg augusztus elején, ebben 5 ország fiataljai vesznek részt, Észak-Macedóniából, Romániából, Olaszországból, Törökországból, illetőleg természetesen a hazaiak, a magyarok, mert hogy a diákpolgármesteri irodának a tagjai is ezen részt vesznek. Hanna református vallásúnak vallja magát, Nyíregyházán él, és már több Erasmus programon is részt vett itthon és külföldön egyaránt. Minden este van interkulturális esténk, aminek az a célja nyilván, hogy megismerjük a másik országot, ezáltal nyilván az embereket, ételeket, italokat, hagyományokat, éppen amit szeretnének nekünk bemutatni, illetve az angolnak a fejlesztése, ami szerintem pozitív, mert mikor ugye ki kell állni, vagy éppen megszólunk egy témával kapcsolatban, ugye csak angolul tehetjük meg, és ez olyan magabiztosságot ad az embernek, hogyha minél többet gyakorolja. Let's start in this direction. Roberto Olaszországból érkezett, ő a táborozók fő foglalkoztatója. 2010-ben járt először önkéntesként Nyíregyházán, és azóta is szívesen jár vissza, mivel azon túl, hogy számára nagyon rokonszenvesek a magyarok, úgy érzi, Nyíregyháza nyugodtságot sugároz magából. I come from Roma, which is a city, stress city. Én Rómából jöttem, amely egy nagyon stresszes város, amihez képest Nyíregyháza egy nagyon csendes helynek tűnik. Nagyon szeretem az évszakokat is, hiszen itt a tél sokkal hidegebb, mint általában Rómában, és amit még nagyon szeretek, az az, ahogyan a helyiek hozzáállnak egy naphoz. Az itteniek sokkal nyugodtabbak, nem rohannak, nincs akkora sietség. Legalábbis én itt nem érzem azt, mint Rómában, különösen a közlekedésben, úgyhogy számomra nagyon szimpatikus az itteniek mentalitása. Roberto szerint a mai fiatalok számára fontos kérdés lehet a különböző vallások közötti párbeszéd, mivel szerinte olyan időket élünk, amelyben minden túlságosan képlékeny és homályos, miközben a legfiatalabbaknak is szükségük van támaszokra. Ezek nélkül ugyanis a gyerekek könnyen összezavarodnak. Emellett fontos témának tartja a vallási kisebbségekkel szembeni diszkriminációt, valamint a vallások és a nemzeti kultúrák összefüggéseit, hiszen született rómaiként ő maga sem tudja elképzelni Olaszország történelmét a keresztény kultúra nélkül. Egy olyan világkorszakban élünk, amelyben a család válságban van, és ez érinti az oktatást is, legalábbis Olaszországban. Mi itt azon is gondolkodunk közösen, hogyan képes a vallás formálni a legfiatalabbakat, ha a család és az iskola nem tudja támogatni őket. Az Erasmus Plus programban 13-tól 30 éves korig lehet jelentkezni, és amint azt Dombóvári Gábor elmondta, főként a 18-25 közötti korosztályból kerülnek ki a jelentkezők, akik nem feltétlenül vallásos diákok, de nyitottak a kultúrák közötti párbeszédre, ráadásul ezt angol nyelven gyakorolhatják a program vita estjein.